Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és a Netizei mai adásában azt vizsgáljuk meg, hogy miként lehet olcsón taxizni a mobiloddal. Az oktogonra kérem. Nem így. Egészen a közelmúltig maximum taxit hívni tudtál rajta, onnantól kezdve, hogy beszálltál a járműben, minden kb. Úgy ment, mintha simán leintetted volna az utcán. Leszámítva, hogy az egységes tarifák bevezetéséig kb. Fele annyiba került az, amit telefonon hívtál, mint amit az utcán kapartál össze. Aztán nem is olyan régen megjelent két új szolgáltató is, a Wundercar és az Uber, és ezek alaposan összekuszálták a szálakat. Annyira, hogy a taxisok még valami blokkádszerűséggel is próbálkoztak a téren, a kormány meg rendeleti úton próbálja szabályozni ezt a két új szolgáltatót, vagyis inkább kiszorítani őket a piacról. Nézzük meg, hogy pontosan miről is van szó. A hagyományos modell. Ül a taxis elől, te meg mellette, mögötte, vagy némi felárért esetleg az ölében. Két külön világ. Te és ő. Ők és mi. Mit tud ehhez képest az Uber és a Wundercar? Bárki lehet fuvarozó és utas is. Letöltöd az alkalmazás, és attól függ, hogy éppen melyik szerepet játszod el, hogy melyiket választod ki az alkalmazásban. Nem kell bonyolult engedélyeket beszerezni, nem kell szakszervezetekbe tömörülni, hogyha megfelelsz pár alapkövetelménynek és van egy autód, már mehetsz is taxizni. És onnantól kezdve az alkalmazás szerzi neked a fuvarokat, sőt a fizetés is az alkalmazáson keresztül történik. Ha egy utas menne valahova, elindítja a programot, kér egy fuvart, és aki legelőször lejuti, az mehet is érte. Ha utasként beszállsz, akkor jó hír, hogy az app mondja meg, hogy merre kell menni, szóval a hatalmas kerülőutak azok ki vannak zárva. És a fizetés is az alkalmazáson keresztül történik, miután egyszer beregisztráltad a bankkártyádat, tehát igazából a készpénzt azt el lehet felejteni. Az előnye gyors, egyszerű, praktikus és elég olcsó. A hátránya? Szerencsétlen esetben egy náci tömeggyilkos is felvehet, hogy a föld alatti laborjában végezzen furcsa kísérleteket rajtad. Legalábbis a taxisok ezt állítják, és a kormány is hajlik arra, hogy egyetértsen velük, ezért jött a képbe a szabályozás. De nézzük meg, hogyan is megy ez a gyakorlatban. Az elmúlt hónapokban sokat használtam mindhárom szolgáltatást, és az már kezd kirajzolódni, hogy az árkülönbség az jelentős. Hogyha egy belvároson belüli fuvarral számolsz, akkor az Uberrel és a Wundercarral szinte fillére ugyanannyiból tudod megúszni a távolságot, körülbelül 1000 forintból, még a taxinál olyan 1500-1600 forinttal kell számolnod. Viszont ha már messzebb utazol, például ki a Ferihegyi repülőtérre, akkor a két új szolgáltatása 4500 forintból is ki tudsz jutni a budapesti belvárosból, még ugyanez taxival 8500 forintba kerül, ami azért rohadt vicces, mert ennyiből szerencsés esetben tudsz venni egy repülőjét magadnak Budapestről Londonba. Szóval annyi kijutni Budapest belvárosából a repülőtérre, mint amennyiből onnan eljutsz Londonba. És a különbség a gyakorlatban még ennél is nagyobb lehet, mert a taxiban olyan nehezen állod meg, hogy ne adjál borra valót, valahogy a helyzet kikényszeríti mindezt. Viszont a Wundercarral ugyanerre van lehetőség, de ez is arctalanul történik, amikor már lelépsz a taxiból, és akkor, vagyis hát a Wundercar autóból, és akkor ugye már tudsz sunnyogni. Az Ubernél viszont erre lehetőséged sincsen, fix az ár, abban a pillanatban, hogy megérkezel, a vezető leüti a fuvart, és levonódik a számládról a pénz. Az egyetlen probléma, már mint az Uberrel, hogy ott a tarifák nem fixek, úgyhogy ha nagyon sokan kérnek Uber autót a háztartásukhoz, a munkájukra, akárhova, akkor elkezdenek emelkedni a tarifák, és ezek néha megközelítik már a taxis árakat is. Jó ír, hogy a program mindig előre közli, hogy milyenek a kilométerdíjak. Általában azért jóval alacsonyabbak, mint a taxinál, a Wundercarnál meg stabilan alacsonyan van a költség. Eddig voltak az előnyök, nézzük a hátrányokat. Tény. A két alkalmazással sokszor nagyon hosszú ideig nem veszi fel senki a fuvarodat, az ilyesmi a taxinál elképzelhetetlen. A Wundercar app ostoba. De úristen, de hogy mennyire ostoba. Este 8-kor kérek egy fuvart hajnal 4-re, mire visszajelz a program, hogy úton van az ember. Hetekig nem lehetett tájforról fizetni rajta, mert valami beszart a rendszerben. Ami jópofán hangzik utasként, de érted, tehát azért mégiscsak törekszel arra, hogy ezt az összeget valahogy eljuttasd a fickó számlájára, és ez azt jelenti, hogy plusz energiákat kellett befektetni abba, hogy ki tudjam fizetni az utazásomat. Van, hogy hiába kértem fuvart, és a fuvaros hiába látja, hogy fuvart kértem, nem tudja leütni a kérésemet, mert egyszerűen kifagy a program. Egy mobilapos kommunikációra épülő programnál azért ez elég nagy luxus. Mint egy taxis cég kizárólag hülyéket alkalmazna a diszpécser központban. Hello? Hello, igen, kérnék egy taxit. Hogy mit? Egy taxit. Ne. Miért nem? Csak. De kéne holnap reggelre. Inkább mostanra küldök egyet. Nem, holnap reggelre. Maga nekem nem szimpatikus. Nem baj, csak küldjön egy taxit. Az Uber ennél jobban működik, csak ugye ott meg néha magasabbak a tarifák. További tény, hogy én ezt szeretek a taxiban hátul ülni, és ezt a két új szolgáltatónál kevésbé teheted meg, valahogy olyan bunkóságnak tűnik. A taxiban kényelmesebben éled magad bele a megrendelő szerepébe, itt meg úgy érzed, hogy vendég vagy valakinek az autójában, szóval hátul pöffeszkedve telefonálgatni, meg a mobilodat nyomkodni az olyan bunkóságnak tűnik. Aj, de kár. És tény, hogy az autók is sokszor szakadtabbak a taxiknál. Utaztam én már olyan első generációs Suzuki Swift-tel, amiből hiányzott a hármas. És utaztam olyan sofőrrel, aki nem tudta, hogy melyik a bal és melyik a jobb. Sofőr. Bal. Jobb. Nem tudta. Jó, és itt kanyarodjon jobbra. Jobbra.
Másik jobb. Összességében inkább azonban az a helyzet, hogy mindkét programmal egy csomót utaztam, és tök jók a tapasztalataim. Megismerkedtem egy csomó emberrel, akik semmivel sem rosszabb fejek, mint a taxisok, sőt. Persze taxisból is van őrületesen jó fej, meg olyan, akire egy pohár omlott tejet sem bízná rá. Viszont tény, hogy Wunderkárral és Uberrel kevésbé kerülnek elő a simis alakok, inkább csak a bájos a hülyék. Akárhogy is, utazás után értékelted a sofőrödet, és hogyha valaki nagyon sok negatív kommentet kap, meg nagyon sok egyetlen csillagot, akkor előbb-utóbb kiesik a rendszerből. És te is megteheted, hogyha azt látod, hogy valaki három csillagosan érted, akkor egyszerűen visszautasítod a fuvart. Szóval érthető az aggodalom a szabályozási oldalról, de az a helyzet, hogy ezt a két szolgáltatót elég jól szabályozza a piac. És rengeteg ismerősöm van, aki napi szinten használja már az Ubert is, meg a Wunderkárt is, de nagyon ritka, hogy bármelyikük negatív tapasztalatról tudott volna beszámolni, vagy pofára esésről. Legalábbis nem sűrűbben, mint egy taxinál. Szóval a szabályozás szigorítását elsősorban mi utasok tudjuk megszívni, akik felnőtt módon szerintem el tudjuk dönteni, hogy miért akarunk fizetni, mennyit és mikor. Addig is, ameddig még nincsenek betiltva Magyarországon, próbálgassátok ki őket, tök egyszerű, csak letöltitek az okostelefonotokra az Uber vagy a Wunderkár appot, bekötitek mögé a bankkártyátokat, ami tök biztonságos, és onnantól kezdve nincsen több dolgotok. Fuvar végén automatikusan levonódik a fuvardíj a kártyátokról, soha nem vertek még át ezzel kapcsolatban, sőt még egy kis receptet, egy számlát is kapsz az utazás végén e-mailben, ami nem csak a megtett távolságot mutatja, de még ilyen kis térképen be is rajzolja őrület. Minden esetre, hogyha van bármilyen tapasztalatotok, írjátok le odalent kommentben, mert nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről az egészről. Én Magyarorsi Csaba voltam, a Netizei mai adásában azt vizsgáltuk meg, hogy milyen alternatívák vannak a mobilos világban a hagyományos taxizásra. Ha YouTube-on néztek minket a csatornákra, itt tudtok feliratkozni, és iratkozzatok fel, mert mindjárt 20 ezeren vagyunk. A korábbi videóinkat itt tudjátok megnézni, és találkozunk jövő szombaton egy újabb érdekfeszítő témával. Sziasztok! You don't like